Önnek már nagy tapasztalata van a csapatépítést illetően, évről évre új csapatot kell építeni. Hol tart most ez a folyamat? Hát az elején, a csapatépítésnek az elején járunk, ez nem kérdés, de az idő rövidsége miatt gyorsított menetben próbálunk túljutni ezen, de nem lehet. Ezt őszintén mondom, hogy nem lehet, tehát egy kicsit ilyen vakrepülés ez az egész, mert hát van olyan játékos, aki két napja érkezett, van olyan, aki tudna játszani, de most nem tud segíteni, mert eltört a keze, elszakadt a combja részlegesen, tehát most éppen nem az a legfontosabb, hogy a csapatépítés klasszikus értelmében tudjunk dolgozni, hanem az, hogy valahogy úgy összerakjuk a társaságot, hogy csütörtökön teljesítőképes legyen. Viszonylag kevés edzőmeccset játszottak, ez a koncepció része, vagy pedig a szükség szülte? Hát nem lett koncepció 3 hét alatt. Tehát ugye 2 hét szabadságot kellett adni a játékosoknak, mert így a 2 hét az egy hosszú szezon után, amikor január 5-én elkezdenek dolgozni, és napi edzések vannak, vagy 2 edzés, akkor 2 hét szabadság az, és az idegrendszernek nem elegendő, sem pedig az izomzatnak. De hát el kellett kezdenünk egy munkát, és 2 meccset tudtunk játszani, mert több nem fért bele. Tehát nem lehet ilyenkor túlterhelni őket. Az újak meg még pláne szabadságról jöttek, ugye, akik nem tudták, hogy ide fognak kerülni, hanem csak a strandról rángattuk ide őket, úgyhogy nem egy egyszerű a helyzet, megpróbáljuk megoldani. Csütörtökön mivel lenne elégedett? Nem csak az eredményre gondolok, hanem a játékra is egyben. Eredménye nem szoktam tippelni, természetesen győzelmet szeretnénk, de egy kicsit ilyen fekete ló ez az ellenfél, mert nem kaptuk meg róluk azt az anyagot, amit a UEFA előírt, úgyhogy hogy egy teljes meccset legalább, úgyhogy pillanatilag nem vagyok képbe teljesen. Ugye sok olyan játékos érkezett, akikkel már együtt dolgozott, de sok olyan is, akikkel még nem. Ők milyen benyomást tettek önre? Hát 2 érkezett olyan, akivel együtt dolgoztam, a grúz és a Zolálóri, aztán a többiek pedig teljesen újak, tehát azt hiszem, hogy őket nem kell bemutatni, a többiek pedig hát ennyi idő alatt nem lehet megismerni egy embert, 3 nap alatt, vagy 5 nap alatt sem, úgyhogy mindig a cselekedeteiben, meg a téthelyzetben ismerszik meg az ember, úgyhogy erre meg még nem volt mód és lehetőség.